Műanyag szemét az óceánok mélyén, bekerülve az ott élő állatok szervezetébe. Rengetegen látták már ezeket a képsorokat az elmúlt évek során. Ha azonban azt gondoljuk, hogy a mi közvetlen környezetünkben nem kell tartani ettől a problémától, tévedünk. A Duna vizében is kimutatták már a mikroműanyagokat, ráadásul nem is csak az állatok, de mi magunk is fogyasztunk ilyeneket. Nem is keveset, ráadásul évi 70 és 100 ezer részecskét. Ezek megtalálhatók a palackok vizében, az élelmiszerekben, sőt még a beltéri levegőben is. A műanyagok betiltását egyre több ország lépi meg, az Európai Unió jövő júliustól kötelezi tagállamait az egyszerhasználatos műanyagok, úgy mint a tányérok, evőeszközök, szívószálak, lufi alátétek, fülpiszkálók betiltására, amelyek leginkább szennyezik a vizeket. Emellett a habosított polisztirol ételtárolók és poharak is a szabályozás alá esnek. A magyar kormány ezt a határidőt hozta volna előre, január 1-ére, kiegészítve az összes eldobható műanyag pohárral, valamint az egyszer használatos vékonyabb zacskókkal. Ezeket nem tudják újrahasznosítani, így könnyen lesz belőlük műanyag szemét, más anyagokkal pedig könnyen kiválthatók lennének. A műanyag zacskókat azt gondoljuk, hogy jellemzően nem eldobható termékekkel kell, nem eldobható csomagolóanyagokkal kell kiváltani, hanem tartós, sokszor használatos hordeszközökkel, mint például mondjuk vászontáskákkal, akár csak ilyen kis szüttyőkkel, illetve tartós, sokszor használható műanyag zacskók is megfelelőek lehetnek. Nyilván időlegesen egy-egy felhasználás elképzelhető, hogy mondjuk például papír zacskókat használnak, de a cél az, hogy ezekből minden kevesebbet használjunk, és lehetőleg inkább szokjuk azt meg, ami mondjuk pár évtizede még teljesen természetes volt, hogy nem járt mindenhez eldobható műanyag zacskó, hanem az emberek igenis hordtak magukkal vászontáskát, kosarat, bármit, amiben be tudták tenni a megvásárolt termékeket. A törvényjavaslatot az utolsó pillanatban vették le a parlament napirendjéről. A lépést a munkahelyek megtartásának fontosságával indokolták. Ez utóbbival a vegyi anyag szakértő is egyetért, de szerinte a gyártókat inkább a műanyag zacskók pótlására, más tartós eszközökre való átállásra kellene ösztönözni. Ehhez pedig lehet, hogy még plusz munkaerőre is szükség lenne. Úgy látja, azok a vállalatok lesznek versenyképesek a 21. században, amelyek tudnak váltani. A kormány azt ígérte, hogy nem vonja vissza a javaslatot, csak átdolgozza azt. Simon Gergely szerint a szabályozásra a magyar lakosság körében is nagy igény van. Több mint két éve indított petíciójukat közel 4 millió ember támogatta. Egy felmérés szerint pedig a magyarok 83%-a támogatna egy műanyag tilalmat. Új kampányuk keretében bárki üzenhet a döntéshozóknak, kérve a műanyag zacskók tilalmát, a szervezet weboldalán már ezt is több ezren írták alá. A kereskedők között megoszlik a vélemény a tervekkel kapcsolatban, leginkább az átállás költségével van gondjuk. A lebomló műanyag zacskók drágábbak, mint a 2-3 forintból beszerezhető egyszer használatos verziók. Az általunk megkérdezett boltulajdonos szerint, noha a vásárlók hozzáállása is eltérő a témában, sokan már magukkal hoznak otthonról üvegeket, zacskókat, varrott hálókat, és azokba kérik az árukat. A tapasztalatai szerint különféle akciókkal még inkább rá lehet venni őket a váltásra. Egy ilyen nagyon egyszerű akcióval nálam ez eléggé elérhető volt, hogy ha valaki nem használt nálunk zacskót, akkor például adtam 10% kedvezményt, és ilyenkor képesek voltak arra az emberek, hogy így mindent egybe borítsanak, csak azért, hogy ők ne használjanak zacskót. Tehát vannak ilyen apró trükkök, amivel szerintem egy picit tudatosabbá lehetne tenni embereknek ezt a gondolatot. Tavaly a műanyagmentes július keretében került előtérbe a téma, de azóta lecsendesedett a vásárlók lelkesedése. A megkérdezett zöldségesnél például 10-ből csak 3-4 ember használ műanyagokat kiváltó anyagokat vásárlása során. A tulajdonos ugyanakkor úgy látja, hogy bár idő kell az átálláshoz, a vásárlók egyre inkább kezdenek tudatosabban gondolkodni.